A hagyományokhoz híven az új évben először a Kelet-Magyarország Eiszman teremtornán léptek pályára baktai futballisták, akik az elmúlt héten három ráhanguló edzéssel kezdték el a felkészülést. Ezen a héten már négy alkalommal vezényel foglalkozást a játékosoknak Illés László, aki háromszor a kisméretű műfüves pályán, egyszer pedig a tűzoltó pályán dolgoztatja meg a focistákat. A játékos keretben minimális változás várható a téli szünetben. A felnőtt keret az 18 tagú, távozó a Balogh Zsolt, az új játékosok az érkezők közül pedig a Ráti Gergő és a Murgu Csaba, akik a felnőtt kerethez érkeztek, illetve többi ifista srác is így gyakorol. Hozzátartozik, hogy az ifi csapatunk az egész jó szerepelt az őszi szezonban. Közülük a Bökönyi Levente, a Berki Gergő és a Murgu Norbert, illetve a Bodnár Gábor a felnőtt kerette gyakorolnak. Közülük most per pillanat csak egy gyerek van itt, mert ők hétvégén tornán vettek részt és pihenőt kaptak. Illés László szerint a Baktoló Rendháza bárki ellen győzelmi eséllyel lépett pályára a megyei első osztályban. Bár a bajnoki rajtelőt kitűzött céltól messze került a csapat, a tavaszi szezon több szempontból is fontos lesz a klub számára. A bajnokság elején, amikor elkiindultunk, akkor az első öt hely megszerzése volt a célunk. Hát az igazság, hogy ettől már messze kerültünk. Tehát úgymond most kimondott célunk azzal kapcsolatosan nincs, hogy hanyadik helyen szeretnénk szerepelni a végén, természetesen minél előrébb. A következő meccsre koncentrálunk, eredményességet illetően, illetve az a célunk, hogy a következő bajnokságra már most a tavasszal kezdjük összerakni egy olyan csapatnak a gerincét, amire majd lehet leszépíteni majd az ősz folyamán, ugyanis azért a keretünkből az kiderül, hogy sok a, hát véleményem szerint kb. 4-5 olyan játékos van, aki az elkövetkező 1-2 éven belül valószínűleg abba hagyja az ilyen szintű labdarúgást, és most már szép lassan el kell kezdeni azon dolgozni, hogy egy új csapatot építsünk fel. A Baktoló Rendház a január 30-án a Nyírmad ellen játssza első felkészülési meccsét. A csapat pályára lép még a Nagyecsed és a Tuzsér ellen, valamint az MLS megyei igazgatóság által szervezett Nyírbátori műfüves tornán is vár négy meccs Illés László tanítványaira.